Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai epizódban. Ma úgy érzem, hogy egy elég kemény fába fogjuk vágni a fejszénket, és egy elég kritikus témáról fogunk beszélgetni, és hát már most biztos vagyok benne, hogy hát ugye ezért kapni fogok hideget, meleget, és egy nagyon megosztó dolog lesz. Ugyanis nem másról fogunk beszélgetni, mint arról, hogy vajon mennyire jó dolog pénzügyi közvetítőt, pénzügyi tanácsadót felkérni, hogy segítsen minket a pénzügyi cégnek az elérésében. Megnézzük, hogy mennyire bízhatunk meg bennük, mennyire nem bízhatunk meg bennük, honnan vannak a pozitív, negatív, mindenféle tapasztalatok, szóval megpróbáljuk nagyjából kivesézni elejétől végéig a témát, szóval vágjunk is bele! Na hol is kezdjem? Szevasz, üdvözöllek, nagyon rég láttalak. Már általános iskolában láttam, hogy egy kreatív, nagyon tehetséges, nagyon ügyes fiú vagy. Ezért szeretnék veled megismertetni egy nagyszerű terméket. Ne menj el, nem pilóta játék. Hát, hát igen. A legtöbbünknek sajnos a mai napig ez jut eszébe, amikor azt mondjuk, hogy pénzügyi tanácsadó vagy pénzügyi közvetítő. És hát ugye azt kell mondjam, hogy valahogy el kell jutni idáig, mert tudjuk azt, hogy minden pletykának félig igaz az alapja, és az, hogy egy ilyen kép van, egy ilyen nem túl jó kép, sőt, hát mondhatom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem túl jó kép nagyon sok embernek a fejében a pénzügyi közvetítőkkel, pénzügyi tanácsadókkal, vagy ügynökökkel, vagy hívjuk őket bárhogy kapcsolatban, ennek sajnos valamilyen szinten el kell, hogy ismerjem, hogy megvannak az okai. De nézzük meg, hogy honnan is ered ez az egész. Maga a pénzügyi közvetítés, a pénzügyi tanácsadás az 1990-es években kezdett egy divatos szakmára válni Magyarországon, amikor ugyanis bejöttek a külföldi székhelyű biztosítók, bankok, egyre jobb teret nyertek az új pénzügyi termékek, pénzügyi lehetőség, és megindult a pénzintézetek között is egy úgynevezett konkurenciaharc. Nyilván egy friss piacon mindenki minél nagyobb szeretet szeretett volna magának kiasítani ebből a tortából, és ezt úgy tudták a legegyszerűbben elérni, hogyha egy viszonylag nagy mennyiségű alkalmazottal, vagy közvetítővel, vagy megbízott alvállalkozóval dolgoznak együtt, tehát viszonylag gyorsan nagy tömeghez próbáltak elérni ezek a pénzintézetek. És hát ennek köszönhető, hogy nagy mennyiségű emberre volt szükség, ezért viszonylag jó ajánlatokat is tudtak adni az embereknek, akik egyébként nagyon-nagyon örültek annak, hogy úgymond könnyen juthatnak viszonylag nagy mennyiségű bevételhez, nagy mennyiségű pénzhez, ugyanis nem volt szükség sem kimondottan nagy előképzettségre, elég volt megtanulni pár terméknek a mögöttes tulajdonságait, megfűszerezve egy-két értékesítési sablon, egy kis értékesítési csavarra, pluszba egy picivel az átlag fölötti kommunikációs készséggel, és gyakorlatilag kész is volt a torta. És hát egy viszonylag új iparág volt, azért nem csak a benne dolgozóknak számított ez újdonságként, hanem a felhasználóknak, a vásárlóknak is, akikre ezáltal viszonylag könnyű volt olyan elsőre bonyolultnak tűnő termékeket rásózni, aminek nem is igazából értették a működését, de mivel a Józsi, a haver, a szomszéd, a fogorvos, a műkörvos, aki két hete még teljesen másban dolgozott, de most már pénzügyi tanácsadó volt, ajánlotta ezeket a dolgokat, hát miért ne bíznénk meg benne? Megkötöttük. Ekkor a 90-es években a legtöbb csalódottságot egyébként az úgynevezett vegyes életbiztosítások okozták, amik gyakorlatilag úgy néztek ki, hogy te mondjuk félreraktál, tegyük fel minden hónapba 10.000 forintot. Jött a tanácsadó bácsi, néni, és azt mondta neked, hogy ha ezt a 10.000 forintot ezt félrerakod minden hónapba, akkor neked mondjuk 20 év múlva nagyon-nagyon jó dolgod lesz. Azonban azt elfejtette elmondani, hogy ennek a 10.000 forintnak igazából csak a fele, tehát nagyjából 5.000 forint az, ami kamatozik, a másik 5.000 forintból pedig olyan biztosítási tételeket fizettél ki minden hónapban, mint mondjuk egy baleseti kórházi térítés, rokkantság, munkaképtelenség, műtéti térítés, stb. Tehát igazából neked a 10-eset helyett csak 5-öd volt az, 5 lepedőd volt az, ami minden hónapban kamatozott, és ezáltal a legjobb esetben is 20 év után kb. Ott voltál, hogy a pénzednél voltál, holott az elején nagyon nem ez volt kommunikálva, és nagyon nem ezt beszéltétek meg. Nyilván az ember 20 évig szépen serényen rakosgat félre minden hónapba, és nem az az eredmény jön ki, amit az elején várt, és amit megbeszéltek, akkor nyilván méltán joggal van benne egy csalódottság, és teljesen tudjuk, hogy a magyar emberre szeret haragot tartani, tehát nagyon sokakban a mai napig megvan ez a 20-25 évvel elszenvedett negatív élmény. De vajon miért fejtette el ezt az apró picike tényt közölni a biztosítási ügynök, vagy tanácsadó, vagy bárki?
Nyilván azért, mert a teljes termékpalettából ezek a hosszú távú megtakarítások voltak mindig azok, amik a legtöbb bevételt termelték, a legtöbb jutalékot adták az adott közvetítőnek, és nyilván abban az esetben, hogyha elmondja, hogy igazából ez egy vegyes dolog, aminek egy része biztosítás, egy része megtakarítás, akkor egyből nem lett volna nagyon sokak számára olyan vonzó ez a lehetőség, és sokkal kevesebben kötötték volna meg, ezáltal a közvetítő pénzügyes bácsikának, nénikének sokkal kevesebb jutaléka származott volna ebből. Ugye mi volt itt az, amit kihasználtak? Az, hogy elénk raktak egy olyan témában, amit nem igazán értünk, egy olyan terméket, amihez meg abszolút nem vagyunk kompetensek, és hát mivel ez tényleg a Józsi hozta a szomszédba, akivel, akit 20 éve ismerek, és hát minden hétvégén együtt játszottak a kölykök a játszótéren, meg hát együtt mentünk el berúgni, meg stb. Hát akkor a Józsi az miért akarna nekem rosszat? És hát el is jutottunk ahhoz a paraméterhez, ami miatt a legtöbben úgy gondolom, hogy nem bíznak meg a pénzpiacnak a közvetítőiben, az pedig az, hogy nem bíznak ezeknek az embereknek az etikusságában, mert vagy ő, vagy egy haver, vagy egy barát, vagy egy rokon, valaki már biztos, hogy megégette magát egy ilyen közvetítővel, egy ilyen tanácsadóval. És nyilván joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy itt van Józsi, akit időtlen idők óta ismerünk, és ráadásul még feltételezzük azt a halványi szikráját az emberi etikusságnak, hogy nem akarnak nekünk ártani az ismerőseink, barátaink, akkor igazából miért ne bíznánk meg benned? Miért akarna ő nekünk rosszat? Átbasztalak én már valaha. Igen. Ja. Pedig sajnos vannak olyan paraméterek, olyan élethelyzetek, amik után, amiknek köszönhetően igenis az ő saját érdekeiket az emberek a mi érdekeink elé helyezik, vagy akár olyan szituáció is előfordulhat, amikor nincs is igazán tisztában az adott ember azzal, hogy nekünk ezzel kárt fog okozni. Egyszerűen nagyon jó barátom, akivel nagyon régóta pénzügyi közvetítéssel, pénzügyi tanácsadással foglalkozik, mondta azt, hogy a pénzpiacon igazából olyan, hogy rossz termék, olyan nincsen, csak olyan szituáció fordulhat elő, mikor az adott terméket, amit kapunk, az nem megfelelő a mi céljainkhoz. Ezzel teljesen egyet kell értenem, hogy leginkább abból vannak a problémák, hogyha a célunk, illetve a hozzákapott megoldás nem klappol, és mondjuk nekem van egy négyzetem, de mindenféleképpen egy gömböt szeretnék átdugdosni ezen az egészen. De hát ekkor is miért merül fel bennünk a kérdés, hogy idejött hozzám egy olyan ember, aki a szakértője ennek a témának, aki ebben pénzügyekkel foglalkozik, aki ebben teljesen expert, akkor hogy lehet az, hogy nem azt a terméket adta nekem, ami az én célomhoz a legmegfelelőbb? Az egyik lehetőség az, hogy az adott úriembernek vagy úrihölgynek van egy picike hiányossága. Méghozzá itt ezen a részen, valahogy így nyaktól lefelé, egészen fenékig. A másik lehetőség pedig, amikor úgymond a saját érdekeit az ember, amelyet a pénzügyi tanácsadó, az ügyfél érdekei elé helyezi. Ennek két indoka lehet. Az első az egy úgynevezett nyomás, egy úgynevezett anyagi nyomás. Ugyanis nagyon sokan, akik ott hagynak csapot, papot, iskolát, főállást, bármit azért, hogy ebbe a pénzügyi tanácsadói világba belevágjanak és itt szerencsét próbáljanak, ők egyben egy anyagi nyomás alá helyezik magukat, ugyanis ebben a szegmensben olyan, hogy fix havi bér, amit én 6. haszakad megkapok minden hónapnak a 10-én, olyan nincsen. A pénzügyi tanácsadás világában gyakorlatilag te annyi bevételre számíthatsz, amit te, vagy még magasabb szinteken már a csapatod megtermel. Azokban az eladott termékekből, amiket ti az ügyfeleknek odaadtatok. És hát, hogy még az adott illetőnek nem indul olyan könnyen a karrier, és nem megy olyan flottul egyből minden, mint ahogy ő eltervezte, és elkezd fogyni a tartalék, nem igazán van új bevétel, akkor igenis idő után elkezd majd szorítani a cipő. És amikor ez a cipő elkezd szorítani, és már azon vacilálsz, hogy úristen, miből fogom tudni befizetni majd a számlákat, vagy úristen, a gyereket majd jövő hónapban be kell iskolázni, vagy műszakiztatni kell az autót, akkor előbb-utóbb ezeknek az anyagi nyomásoknak a hatására az embereknek az etikája, illetve a mércéi, azok elkezdenek csorbulni és elkezdenek tompulni. Előbb-utóbb megszólal a kis ördög majd a válladon, és azt fogja mondani, hogy figyelj, nem is olyan rossz ez neki, és te erre kétszer annyi jutalékot kapsz, mint a másikra. Inkább adod neki ezt a típusú terméket. A másik termékkel jobban járna, de hidd el, hogy ezzel sem fog igazán rosszul járni. És lenyeltesz magadnak egy ideológiát, amivel megindoklod magadnak azt, hogy ez az ő számára nem lesz rossz, viszont neked sokkal jobb lesz, ezért inkább ezt ajánlod ki az ügyfélnek. A másik lehetőség, amikor meg már annyira kapzsi vagy, hogy neked a világ összes pénze sem elég, és letolsz mindent, emberen, állaton, mindenen átgázolsz, csak és kizárólag azért, hogy neked minél jobb sikered legyen, és hogy te minél többet tudj hazavinni a hónap végén. A jó hír az, hogy akármelyik irányvonalban lévő emberrel is találkoztunk, akár az első, akár a másodikkal, ezeket az embereket azért hála az égnek egy idő után kidobja magából a pénzügyi rendszer. Ez általában ilyen 3-4 év után legeslegkésőbb időpontban megtörténik, ugyanis ezeknél a hosszú távú biztosításoknál, hosszú távú megtakarításoknál az első 2-3 év után az átvert ügyfelek általában jelentkeznek azért,
hogy ők szeretnék felvenni a pénzüket. Azonban ezeknek a konstrukcióknak köszönhetően itt még erre nem nagyon van lehetőségük, így előbb-utóbb jönnek majd a megszűnő szerződések, a jutalék visszaírásunk, adott emberkéknek már annyira nem fogja megérni ez a biznisz, így 3-4 év után legkésőbb tovább áll és keres valamilyen más szegmest, azonban a rossz hír az, hogy eddigre már bőven-bőven tudott kárt okozni az ügyfeleknek. Szóval most valaki mondjuk ezt úgy nézi, ezt a videót, hogy azon vacilál, azon gondolkodik, hogy pénzügy tanácsadói szegmensbe adja a fejét és hogy kipróbálja magát, mindenféleképpen azt tudom neki mondani, hogy veszteni valója nem nagyon van vele, egy próbát abszolút megér, azonban semmiféleképpen ne úgy csinálja, hogy csapott papot otthagy, és akkor ő holnaptól 100%-ban csak és kizárólag ennek a világnak intézi a minden idejét és minden energiáját, hanem majd akkor hagyja ott a suliát, vagy akkor hagyja ott a főállását mondjuk, és inkább az utóbbira koncentrálva, hogyha ebből a szegmensből már minimum annyit megkeresett, mint amennyit a főállásában visz haza hónapról hónapra, ugyanis ebben az esetben már úgymond egy nyomáskényszer, egy anyagi nyomáskényszer nélkül nyugodt szívvel hagyhatja ott a főállását, és állhat bele teljes mértékben pénzügyi vállalkozást építeni, és nem kell majd azon aggódnia, hogy úristen, hogyha az adott ügyfél nem köti meg ezt a terméket, akkor miből fogok majd enni 20-a után. Mert ha kenyérre kell, akkor higgyétek el, hogy akkor már régen-régen rossz. És sajnos van olyan szituáció is, amikor például maradva Józsi, a szomszédunk, ő igenis egy etikus rác, ő nem akar nekünk rosszat, ő tényleg jó szándékkal szeretne nekünk segíteni, azonban az ő vezetője, mentora, az ő bálványa istene, aki őt ebbe az egész pénzügyi rendszerbe behozta, ő viszont nem túl etikus, hanem az előzőekben taglalt szegmensbe tartozik. Nyilván Józsi, aki mondjuk még pár héttel ezelőtt lett, éppen pék volt, vagy egyetemista, vagy bármilyen olyan más szegmensből próbálkozik meg ezzel az egésszel, ami nem vágott bele, és aminek köszönhetően nincsen pénzügyi tapasztalata, amelyeket önmagában nem feltétlen probléma, és majd erre későbbiekben kitérünk, ő nyilván erre a mentorra, erre a vezetőre fog támaszkodni, és az ő szakértelmében és értékítéletében fog megbízni. Itt van Béla, tényleg jól mutatott nekem egy pár százezer forintos fizetést, amit megkeresett, 2 éve ezzel foglalkozik, hát akkor miért ne csinálná jól azt, amit csinál? Azonban nagyon sokszor Béla nem csinálja jól azt, amit csinál, csak mi még mint kezdők nem igazán ismerjük fel ezt a dolgot, szóval itt próbáljuk meg kicsit elővenni az igazán az emberismeretünket, és ne a szakmai szemmel próbáljuk a vezetőnknek a tevékenykedését felülbírálni, vagy kielemezni, hanem igenis, mint ember az ember, ugyanezt az etikusságot, ezt az emberismeretet, ezt az empátiát próbáljuk meg kivesézni, hogy vajon emberileg mi szívesen tudnánk ezzel a vezetővel együttműködni, vagy pedig nem. Mert valószínűleg, hogyha emberileg egy nulla, akkor szakmailag lehet bármennyire kompetens, akkor sem az ügyfél érdekeket fogja nézni. Szóval összegezve, bármelyik szituációt is nézzük, igazából a probléma az abból adódik, hogy mi bizalmat helyeztünk egy másik személybe, aki utána csalódást okozott nekünk. Megbízunk ennek a másik személynek az etikájában, az értékítéletében, a szakértelmében, a segítőkészségében, és ezt kihasználták. Szóval mielőtt arra adnánk a fejünket, hogy leülünk egy ilyen pénzügyi tanácsadóval, abszolút mértékben vizsgáljuk meg azt, hogy milyen forrásból és milyen kapcsolatból érkezett hozzánk ez a személy. Mondok egy példát, hogyha például ez az adott illető volt a legnagyobb trógere régen az osztálynak, mert még gimiből ismerjük egymást, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy egy vásárolt gyerek volt, mert azzal nincsen semmi baj, de hogyha már akkor is egy olyan rossz indulatú személynek ismertük meg, aki ahol lehetett átvágott, becsapott másokat, akkor nem biztos, hogy ő ez az, az ember, akire majd a hosszú távú pénzügyi céljainkat rá kéne bízni. Ez ugyanúgy vonatkozik arra is, hogyha az adott ismerősünk ez mondjuk minden tudott hozni, vinni, csak jó pénzügyi döntéseket nem, és az ő ajánlásából kerülünk kapcsolatba ezzel a tanácsadóval, akkor sem biztos, hogy a legjobb vonalon gondolkodunk, vagy akkor sem mondjuk, hogyha az ismerősi körülnek egy olyan személye, egy olyan tagja keres meg minket, akit iszonyatosan pénzéhesnek éreztünk, ismertünk meg a múltban. Ezekben az esetekben kétszer is gondoljuk meg azt, hogy ezekre az emberekre rá szeretnénk bízni a pénzünket, vagy nem. Abban az adott esetben pedig, hogyha nem ismerjük a szemét, akivel le fogunk ülni, aki tanácsát szeret nekünk nyújtani, akkor nyugodtan kérjük ki annak az ajánló személynek a véleményét, aki által ide jutott hozzánk, kérdezzük meg azt, hogy neki milyen tapasztalatai vannak, jött-e létre valamilyen együttműködés, milyen benyomás van az adott illetőről, és nagyon sokszor ezt az ajánlást, ezt nem a sokadik alkalom után a végeredménynél adjuk oda a tanácsadónak, hanem még az elején, amikor igazából nem is teljesen vagyunk benne biztosak, hogy szeretnénk majd vele együttműködni, és ez sokszor később derül ki, hogy nem feltétlenül, de akkor már lehet, hogy rég beajánlottuk neki az ismerőseinket, így nyugodtan hívjuk fel azt a szemét, aki ajánlotta nekünk ezt az adott tanácsadót. Nyilván az elmúlt 20-25 évben mindig voltak, vannak és lesznek is olyan termékek a pénzpiacon, amik inkább a pénzügyi közvetítőnek érik meg az értékesítését ennek a terméknek, mint pedig az ügyfélnek. Azonban hála az égnek, ezeknek a termékeknek az aránya ez évről évre csökken.
Ma már azért viszonylag nehézen terméket találni a pénzpiacon, ami teljes mértékben az ügyfelek lehúzására épül, már csak azért is, mert a mai felgyorsult digitális világban egy ilyen negatív irányba menő ügyfeleket átverő cégnek pillanatok alatt híre megy. A negatív hír azt tudjuk, hogy gyakorlatilag ugyanolyan gyorsan terjed, mint nemi betegség egy török háremben, így egyetlen cég sem engedheti meg azt, hogy folyamatos negatív kommentekkel élessék az interneten. Sok esetben látjuk azt, hogy akár már 1-2-5 negatív vélemény is milyen rossz hatással tud lenni a cégnek az imidzsére, és gondoljunk bele abba, hogy mi lenne akkor, hogyha folyamatosan csak és kizárólag ilyen negatív kommentekkel lenne elárasztva az internet, különböző blogokon, fórumokon, értékelésekben, stb. Szóval egy cég sem engedheti el magának azt a policyt, hogy az ügyfelek ellentétben a saját tanácsadóit és a saját hasznát helyezze sokkal-sokkal előrébb. És ha már tudjuk, hogy a pénzintézet mindig jól jár, egyre inkább érdekel ezeknek a cégeknek az, hogy saját maguk mellett az ügyfeleknek is egy korrekt szolgáltatást nyújtsanak. De van egy nagyon jó hírem azért, a pénzügyi közvetítőknek, a pénzügyi tanácsadóknak a része az nem esik bele ebbe a szegmensbe, amit az elmúlt percekben beszéltünk. Nyilván úgy voltam bele, hogy kezdjük a negatívumokkal, essünk túl a negatív a rossz oldalon, már csak azért is, mert tudjuk azt, hogy az emberekben sajnos a rossz példa, a negatív példa a sokkal inkább megmarad, és hiába végzi mondjuk 100 emberből 99 teljesen korrektül és teljesen jól a munkáját, az alapján az egy tróger alapján hajlamosak vagyunk megítélni az egész szegmest. Szóval 2019-ben már a legtöbb pénzügyi közvetítő, a legtöbb pénzügyi tanácsadó felérte azt észre, hogy csak akkor fog igazán hosszú távon jól járni, hogyha ő is hosszú távú haszonban, win-winben gondolkodik, és igenis az ügyfelek érdekét helyezi elsősorban a saját érdekei elé, ugyanis hosszú távon, hogyha olyan dolgot hozol el az ügyfeleknek, amivel ők jól járnak, akkor te is jól fogsz járni. Aki ezt a policyt, aki ezt a gondolkodásmódot nem tudja magáévá tenni, őt ki is fogja dobni a piac most már viszonylag rövid idő alatt, de hogyha te mondjuk egy olyan tanácsadóval találkozol, aki már 4-5-6, vagy akár még ennél is több éve a pénzpiacon van, és ezzel a te mondjuk 1-2 helyen dolgozott maximum, és nem úgy volt, hogy gyakrabban váltott irányt a cégek között, mint a szélkak a szélviharban, akkor nagy valószínűséggel jó kezekben lesz a pénzed, és jó emberrel fogsz tudni leülni, konzultálni. De joggal merül fel a kérdés, hogy mi van akkor, ne üljek le mondjuk kezdőkkel? Nem ülhetek le egy olyan emberre, aki még nemrég kezdte ezt az egész szegmens tanulni? Van egy jó hírem, azért ez nem ilyen egyszerű, nyugodtan le tudunk ülni a viszonylag kezdőbb emberekkel is egy pénzügyi elemzésre, egy pénzügyi tanácsadásra, mert ha bár azt el kell ismernem, hogy magát ezt az egész szegmest, ezt az egész pénzügyi tanácsadósdit viszonylag könnyű elkezdeni, nem kell hozzá sem nagy élettapasztalat, tehát akár fiatalon egyetem mellett is bele tudunk vágni, nem fel kell feltétlenül az, hogy pénzügyi területen több éves tapasztalatunk legyen. De ugye többször, hogy én is meg szoktam kapni néha, hogy ez a felveszi a fiatalabb ballagó söltönyt, és akkor már egyből azt hiszi, hogy pénzügyi tanácsadó. És igazából a hiba az itt kezdődik. Ott kezdődik, hogy attól, hogy az adott illető felveszi a ballagó söltönyét, ő már azt hiszi, hogy pénzügyi szakember, ő pénzügyi tanácsadó. Holott ez nem így van. Amikor valaki belevág a pénzügyi tanácsadósdiba, a pénzügyi közvetítősdibe, akkor igazából az első 1-2 évét ő tanulással fogja tölteni. Elkezd egy vállalkozást építeni, elkezd tapasztalatot szerezni, elkezdi magát pénzügyileg képezni, és igenis eljuthat majd oda, hogy pénzügyi szakértővé váljon, és hogy igenis kompetens legyen ebben a témában, azonban ez idő és energia, és ez nem egyből az öltönynek a felvételével fog megtörténni, hanem azzal a rengeteg képzéssel, amit egyébként a legtöbb pénzügyi közvetítő és tanácsadó cég most már nyújt ingyenesen, díjmentesen a tanácsadóinak, a munkavállalóinak, alvállalkozóinak, ugyanis ezeknek a cégeknek is egyre inkább érdeke az, hogy olyan kompetens szakembereket küldjenek ki az ügyfelekhez, akik méltán tudják képviselni az adott cégnek a logóját és a nevét. Pont ezért, hogyha egy kezdőbb fiatal emberrel vagy fiatal hölgyel találkoztok, akkor igenis mérjétek fel azt, hogy ő mennyire hiszi el azt, hogy ő mindent tud a pénzpiacra és hogy ő egyből szakértő, vagy mennyire van inkább tisztában a saját helyzetével, és alázattal bevallja nektek azt, hogy ő még ezt nemrég kezdte el, és egyre tanulja, azonban van egy mentora, van egy vezetője, nagyisten van egy szakmai segítség mögötte, amiknek köszönhetően majd másokkal konzultálva, tapasztalatok kollégákkal együtt fogja tudni ezt a konkrét pénzügyi megoldást, ami nekünk szükségünk van prezentálni. Szóval röviden összegezve, mi az a pár pont, amit nézd meg, vagy amit kérdezd meg, mielőtt elkezdesz egy tanácsadóval együtt dolgozni? Az első és legfontosabb, hogyha ismerted korábban, akkor igenis nézd meg, hogy ő milyen ember volt, milyen etikával, milyen értékrenddel, milyen becsületességgel rendelkezett abban az időszakban, amikor jobban ismertétek egymást. Nézd meg, hogy mennyire lojális az adott illető. Mert hogyha mondjuk 5 év alatt már a harmadik ajánlattal, vagy olyan is találkoztam, hogy
3 év alatt az 5. ajánlattal talál meg téged, akkor a lojalitásnak nagy valószínűséggel van egy picike hiánya az adott illetőben, így nem biztos, hogy hosszú távú célodat és terveidet ő majd megfelelő mértékben tudja menedzselni sok éven keresztül. Nézd meg, hogy mennyi szakértelme és mennyi tapasztalata van. Mennyire kezeli helyén azt, hogy ő hol tart ebben az egész pénzügyi tanácsadósdi szegmensben. Hogy ő még tanul, vagy már azt hiszi, hogy mindent tud és mindenhez ér, hogy kellő alázattal tudja azt belőni, hogy éppen mi az a kompetencia, amivel ő rendelkezik, és mik azok a paraméterek, azok a szegmensek, amikben tud neked segíteni. És végül, de nem utolsó sorban, nézd meg azt, hogy milyen céget képvisel az adott illető. Erre azért szeretnék külön kitérni, mert eddig ugye azokat a paramétereket, azokat a dolgokat vettük végig, amik egy adott személyhez köthetőek. És hát én úgy gondolom, és az én személyes saját szubjektív véleményem, hogy a legtöbb esetben a csalódás nem is konkrétan a cég, nem is konkrétan a pénzintézet okozta nekünk, hanem az az adott személy, aki nekünk ezt a pénzintézetet jelentette. És ez azért nagyon káros, mert lehet, hogy egy nagyon jó pénzintézetnek egy nagyon jó terméket képviseli, csak a mi élethelyzetünkre, a mi célunkra nem ez lett volna a legjobb megoldás, azonban ő mégis ránk erőltette. És hát ugye ebben az esetben hajlamosak vagyunk ezt a negatív élményt, ezt a csalódottságot nem az adott illetővel, hanem magával a pénzintézet nevével összekötni, ami hát úgymond káros lett, mert mi azért rossz, mert nem igazán tehet a cég arról, hogy volt egy tróger ember, aki az ő termékét egy nem odaillő célhoz ajánlotta. Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van. Márpedig az, hogy a pénzügyi szegmensben egy együttműködés létrejön, az én úgy gondolom, hogy egy ügyfélnek 3 dologban kell megbíznia. Meg kell, hogy bízzon az adott személyben, aki ezt a szolgáltatást és ezt a céget elhozta neki. Emellett meg kell bízni ugyanúgy a cégben, amit az adott ember képvisel, és abban a szolgáltatásban is, amit elhoztak neki. Ha a 3 közül az egyik nem stimmel, és az egyikben nem tudunk teljes mértékű bizalmat helyezni, akkor úgysem lesz együttműködés közöttünk. És igenis fontos az, hogy megnézzük, hogy mi az a vállalat, amit az adott illető elhozott hozzánk. Egy nagy cég esetleg, egy nagy nemzetközi, 50 éves múltra visszatekintő, vagy egy kis gittegylet, ami tegnap alakult. Önmagában egyik sem egy kizáró tényező, mert tudjuk, hogy a friss startupok is tudnak nekünk minőségi szolgáltatást elhozni, illetve a nagy régi nemzetközi cégek között is találunk olyan termékeket, amik nem igazán jók, mert amik már elavultak, vagy régiek, de alapvetően van egy fontos szempont, ami alapján meg tudjuk különböztetni ezeket a pénzintézeteket, illetve ezeket a tanácsadókat. És ez nem más, mint az, hogy az adott ember egy vagy több céget képvisel. Vannak az úgynevezett csúnya szóval hívott biztosítási ügynökök, vagy pénzintézeti ügynökök, ők hogy az úgymond ez a függő közvetítők, akik egy adott pénzintézet megbízásából jönnek el hozzánk, és csak és kizárólag ennek a pénzintézetnek a termékpalettáját ismerik. Emellett ugye vannak az úgynevezett többes ügynökök, akik már több pénzintézet megbízásából és több pénzintézetnek a termékpalettájából tudnak nekünk választani, és ez azért egy jó dolog, mert egy adott célhoz sokkal több megoldást tudnak számunkra elhozni. Ugye egy adott biztosítónál, vagy pénztárnál, vagy banknál dolgozik, ő csak és kizárólag azt a termékpalettát ismeri, abban a termékpalettával dolgozik, amit az adott cég ön keresztül tud értékesíteni. Még egy ilyen többes ügynöknek megvan a lehetősége arra, hogy az adott termékkategóriákon belül mindig azt a pénzintézetet választja ki nekünk, ami a célunkhoz a leginkább illeszkedik. És hát akkor megint csak felmerülhet bennünk a kérdés, hogy oké, több dolog van a kezében, de mitől legyek én biztos abban, hogy ő azt fogja számomra elhozni, ami nekem a legmegfelelőbb? Sajnos sokszor találkoztam már olyan legendákkal, amik arról szóltak, hogy egy-egy adott pénzintézet sokkal több jutalékot, akár 5-szeresét vagy 10-szeresét fizeti ki az adott közvetítőnek, mint a többi pénzintézet. Az elmúlt 2-3 évben az MNB már annyira szétszabályozta ezt a biztosítás közvetítői, pénzügyi közvetítői hálózatot és ezt az egész szakágat, hogy ilyen ellenőrzések és ilyen szabályok és normatívák és kontroll mellett ezt lehetetlen lenni megcsinálni. Szóval biztosítok titeket arról, hogy bármilyen többes ügynökkel találkoztok, akkor egy adott termékpalettából válogatva ő mindegyik pénzintézettől ugyanazt a jutalékot fogja megkapni. Szóval tényleg az érdeke az, hogy a számodra a legmegfelelőbbet válasszátok ki, és nem kell attól tartanod, hogy ő azért fogja ezt a pénzintézetet ajánlani, mert innen ő sokkal több tellát fog majd zsebre tenni. Voltak ilyen idők, én is hallottam te ilyen sztorikat 10-20 évvel ezelőttről, azonban 2019-ben ez a dolog, ez már megvalósíthatatlan. Na de akkor összegezzük az egész témát. Az én személyes véleményem az, hogy a pénzügyi közvetítők, tanácsadók igenis nem a sátán teremtményei. Hogyha találunk egy olyan személyt, akinek tényleg teljes mértékben megbízunk az etikusságában és a szakértelmében,
akkor megnyugtatok mindenkit, hogy ez az adott illető nagyon-nagyon nagy segítségünkre lehet a pénzügyi labirintusnak a kiismerésében, ugyanis ezt el kell ismernünk, hogy a pénzügy az egy nehéz és bonyolult téma. És tényleg, hogyha ebben a labirintusban nem rendelkezünk a megfelelő térképpel, akkor nagyon-nagyon könnyen egy olyan helyre juthatunk, ahova nem szerettünk volna, és nagyon-nagyon könnyen nem kerülünk oda abba a helyzetbe, ahova szerettünk volna. Széke és a fia polipot fogtak az erdőben. Hát fiam, mi kurvára eltévedtünk. És igen, lehet, hogy ezeknek a tanácsadóknak, ezeknek a közvetítőknek a jutaléka néha be van építve a termékbe, vagy van egy óradíjuk azért cserébe, hogy segítenek nekünk, azonban én a mai napig úgy gondolom, hogy inkább kifizetek valamekkora összeget egy szolgáltatásra, de az biztos, hogy az én számomra a legmegfelelőbb legyen, abban az esetben, hogy az adott témában nem rendelkezek megfelelő kompetenciával. Ez ugyanolyan, mint például az autószerelés is. Ha elromlik a kocsim, akkor nekiálltok otthon a garázsba bütykölködni, úgyhogy soha nem tanultam autószerelést, és abszolút semmi affinitásom nincsen rá. Viszonylag kicsi a valószínűsége annak, hogy én megtalálom azt a hibát, és rendbe fogom hozni. Igaz, hogy kevesebbe kerül a sufni tuning a garázsba, de kevesebb valószínűsége is lesz az, mert számunkra megfelelő és kielégítő a problémánkra. Szóval inkább elviszem egy autószerelőhöz, kifizetek neki pár tízezer forintot, azonban akkor biztos vagyok benne, hogy megfelelő szakértelmet és megfelelő segítséget fog számunkra nyújtani. És mint láthattátok, azért a legeslegtöbb esetben a probléma nem is konkrétan a cégekkel, illetve a termékekkel van, hanem azokkal a közvetítőkkel, akik nem túl etikusan, vagy nem megfelelő szakértelemmel járnak el, és próbálnak nekünk segíteni. Szóval tényleg mielőtt egy tanácsadásra adnánk a fejünket, többször is győződjünk meg arról, hogy az adott személynek mennyire bízunk meg az értékítéletébe, becsületességébe, szakértelmébe, stb. Nyilván negatív példába bele lehet futni, mindenki hallott már olyan emberről, aki már látott olyat, aki elmesélésből hallotta, hogy az ő sógora egyszer valamikor rosszul jár, azonban én mindenkit arra buzdítok, hogy ne ezek alapján az egyszer hallott sztorik alapján döntsünk, hanem igenis saját tapasztalat alapján. Már csak azért is, mert ahogy elmondtam nektek az előbb, lehet, hogy 100 emberből elég egy tróger, ennek az egy trógernek a munkássága sokkal jobban meg fog mindenkiben maradni, mint a 99 becsületes embernek a korrekt munkája, és biztosítatok mindenkit arról egyébként, hogy 100 emberből, te 100 pénzügyi tanácsadókból, közvetítőből, több mint 90 biztos, hogy etikusan és ügyfél érdekeket nézve fog nekünk segíteni, bármilyen célunk is legyen az adott pénzpiacon. És végül, de nem utolsó sorban, hogyha személyesen találkozunk mégiscsak egy rossz példával, mert valójában, hogy megtörténhet, előfordulhat, akkor arra kérek mindenkit, hogy az adott embernek a nem megfelelő munkája miatt ne az adott céget ítéljük el, ugyanis attól, hogy egy munkavállaló nem megfelelően dolgozott, nem biztos, hogy az összes többi is ugyanolyan nem megfelelően fogja végezni a tevékenységét. Nagyon nagy cégek vannak a pénzügyi közvetítői piacon, több ezer fős hálózattal, nyilván ekkora mennyiségben előfordul az, hogy egy-egy ember nem jó minőségben, nem jó etikával végzi a munkáját, azonban tényleg megnyitottok mindenkit, hogy ilyen szabályozási környezet és ilyen MNB korlátozások mellett ezeket az embereket ki fogja most már egyre hamarabb dobni magából a pénzpiac. És hát könyveljük el, hogy Magyarországon fogyatékosok mindenhol lesznek. Na remélem azért nagyjából körbe tudtuk járni a pénzügyi közvetítésnek a témáját, hogy mi alapján érdemes tanácsadót választanunk, és hogy mi alapján érdemes megítélnünk azt az adott tanácsadót. Én nagyjából ezeket a gondolatokat szerettem volna nektek elmondani. Gondolkodtam az is, hogy belemenjünk abba a szegmensbe, hogy mennyire éri megdolgozni egy ilyen pénzügyi közvetítő cégnél, és hogy milyen tapasztalatokat lehet gyűjteni abból, illetve milyen élményekkel gazdagodnak nagyon sokan, amikor elkezdenek egy-egy ilyen pénzügyi cégnél dolgozni, mint tanácsadó. Azonban így is bőven-bőven túlhúztuk ezt a videót, szóval ezt a témát majd egy másik videóban fogjuk kifejteni nektek a későbbiekben. Én nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, írjátok meg a véleményeteket kommentben, hogy ti mit tapasztaltatok pénzügyi közvetítésről, pénzügyi tanácsadásról. Én biztos vagyok benne, hogy itt lesz majd hideg-meleg, arra az egy dologra kérlek titeket, hogy az értelmetlen fröcsögést és személyeskedést az hagyjuk ki a videó alatti kommentben. Tényleg én nem fogom letiltani a komment szekciót, de szeretném, hogyha értelmes kultúrát, vita, illetve kultúrát, vélemények születnének a komment szekcióban, mert hát tudjuk azt, hogy mindegyikünk úriember és úrihölgy. Szóval, ha tetszett a vidi, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel és kövessetek más platformokon is, és a következő találkozásig pedig szép napot mindenkinek! Sziasztok!